Sziasztok! Bármilyen meglepő, megint lakóautós témáról lesz szó sőt a hátam mögött látható gépezetet már láthattátok is. Ezt a Knaus Venzésön, a Knaus Magyarországtól kaptam tesztelésre. De ez egy olyan bonyolult szerkezet, majd meglátjátok, hogy miért, hogy hívtam is hozzá egy szakértőt, Lazsádi Lászlót, vele is találkoztatok már más videómban, és majd, hogyha is szépen bemutatom körbe, akkor azt is láthatjátok, hogy másik két Knaus lakóautóval együtt jöttünk el bringázni, ugyanis ennek a csatornának is az a lényege, hogy bemutassa azt, hogy ezekkel az autókkal sportolni is lehet, nem csak arra jó, hogy elmegyünk vele egy kempingbe, és akkor ott nézzük a naplementét a tengerparton. A hátam mögött látható autó, bringa szállítására tökéletesen alkalmas, de ha nagyon muszáj, hármat is be lehet rakni hátra a garázsba, ezt is fogjátok majd látni a videóban, és bármilyen kicsi, hiszen pár centiméter hiány 6 méter, azért nagyon könnyen manőverezhető, kis helyekre be lehet vele állni, még négy ember is el tud vele menni. Két felnőtt, két gyerek elfér belül, ami azt hiszem, hogy nem túl gyakori a lakóautók között ebben a méretben. Szia Laci, üdvözöllek megint egy lakóautó mellett meglepő módon. Igazából többen jöttünk el egy jó kis bringás sessionre ide részre aki nem ismerni még a Vexeltrélt, annak érdemes rákeresni az interneten, baromi jó, családdal együtt is, azoknak, akik profik, azoknak is, akik amatőrök, azoknak is, akik most kezdik a bringázást, és hát mi is itt próbáltuk ki, itt mutatjuk be nektek azt, hogy igazából ezekkel a nagyon rövid lakóautókkal is lehet jönni bringázni, mert minden elfér benne. Laci, ez egy nagyon érdekes lakóautó. Mi ennek a fő szempontja, ami ez létrejött, már azon kívül, hogy mert dukátó alvázat nem lehetett kapni? Ö, ennek az autónak az a nagy előnye, hogy ez egy Volkswagen alvázra épült, ez egy T6 plusz 1-es alvázra épült autó, kevesebb mint 6 méter, 2.15 szélességgel rendelkezik, ez egy kis kompakt felépítmény autó, tehát gyakorlatilag nem egy custom wagon, viszont ez az autó a kompaktsága miatt egy nagyon-nagyon jó kis sportosan felépített autó, igazán sportolóknak, egy kisebb Méretű garázsra rendelkezik, ahol kettő vagy akár három biciklit is el tudunk hozni, akár külső bicikli tárolóval is tudjuk szerelni ezt az autót. Négy személyre van ez az autó most megépítve, ebből létezik olyan, hogy kettő, kettő plusz egy vagy a kettő plusz kettő. Igazából, ami nekem is fura volt elsőre, hogy úgy lehet vezetni ezt a lakóautót, mintha egy normál transportát vezetnél, mondjuk ami meg van rakva. Nagyon sokan idegenkednek attól, hogy egy nagyméretű lakóautót vezessenek, hogy fognak vele elférni az utakon, fák alatt, stb. Ezzel az autóval tök normálisan lehet közlekedni, és igazából, amikor elmentem a boltba bevásárolni az útra, befértem vele egy normál autónak a helyére is, ami azért szerintem mindenhol előnyös, hogyha nem egy hosszú autó, mint például, ami itt áll mellettünk, ugye azzal már kicsit macerásabb. Amikor meg az ember lakóautóra gondol, ezekre a nagy alkóvos, azokkal, meg aztán főleg limitált, hogy hova férsz be. Ennek az autónak a legnagyobb előnye a custom wagenekkel, hogy a belső térnek a kidolgozása az szélesebb, tehát bő, bőven 15 centivel egy szélesebb autót kaptunk, egy majdnem 6 méteres felépítménnyel, viszonylag a belmagasság is nagyon magas az autónban, mert egy 280-as magassággal rendelkezik az autó, és egy nagyon kis kompakt autót sikerült a német Knaus csoportnak megépítenie. Egy nagyon-nagyon jó kitalált fürdőszobarendszerrel rendelkezik. Hátul egy francia ágy, elől meg egy húbetágy, ami lehet kétszemélyes, vagy lehet egyszemélyes igazából, amire sokan nem gondolnának, hogy négy ember tényleg elfér ebben az autóban, igaz, hogy itt azért főleg két felnőtt, két gyerekre gondolunk, de valójában úgy van összelegózva az egész belső tér, egy lakóautó transformers, mindennek megvan a helye, majd be fogjuk mutatni azt is, hogy hogy lehet a fürdőszobát összeépíteni, mert az is egy különleges megoldás, hiszen ebben a hozban szerintem senki nem kínál teljes értékű fürdőszobát. Nem, ez a német fejlesztőmérnököknek egy nagyon új fejlesztésük, ami elég jól sikerült, mert a fürdőszobát azt variálni lehet. Lehet külön használni a zuhany részét, ami egyből kiemelkedik a padlóból, és a zágy átalakításával kapunk egy nagyobb fürdőszobát és külön megvan a WC része, ami mondjuk fix, és azt nem kell variálni. Én alapvetően nem vagyok tőzsgyökeres lakóautós, alapvetően ezt, amikor elkezdtem használni, akkor minden új volt benne nekem, hogy mit, hogy kell üzemeltetni, stb. És mégis olyan volt, az első posztomban is az iPhone-hoz hasonlítottam az autót, hogy minden kézre áll, minden egyértelmű volt, hogy hogy kell működtetni a rolókat, az ágyat lehúzni, stb. Tehát nem volt benne az, hogy mondjuk egy felhasználói kézikönyvet kellett volna lapozgatnom ahhoz, hogy mondjuk a tetőtéri ágyat le tudjam húzni de azért tény, hogy például a fedélzeti rendszer, tehát a vízrendszer működtetése, a fűtés egyebek, azért az egy kicsit mélyebb tanulmányokat igényel ahhoz, hogy valaki tudja, tehát szerintem érdemes ezeket előre végigolvasgatni, mert nem mindenkinek lesz egyértelmű. Azért egy komoly panel van ide beszerelve, ami vezérel mindent. <laughs> Még a lovak is helyeselnek a háttérben. Az autónak a működését egy 30 perces részletes bemutatással mindenki tudni fogja használni, és Különösen nincsenek hókuszpókuszok a felépítményben, nagyon hasonlítanak a, a régi lakóautóknak az elektronikához, a fűtésrendszeréhez, tehát egy 30 perces bemutatással tökéletesen meg tudjuk oldani a bemutatóját ennek az autónak. Ami nekem ez alatt a hosszú hétvége alatt lejött belőle, hogy bringázásra abszolút alkalmas, a bringák elfértek a garázsban, a fürdőszobája kinyitva, még az én méreteimmel is teljesen jól használható, tehát azért sok lakóautó van, aminek a fürdőszobájában lapjába se be. Tehát igazából egy sportolás után szerintem nincs olyan, hogy valaki ne akarna lezuhanyozni. Talán ami egy kicsit vékonyka volt benne, az az akkumulátor, de ezt majd úgy is elmondott bővebben, hogy miért van ez, mert ugye ha elmegyünk bringázni, azért alapvetően nem kempingekbe megyünk, hanem megállunk itt, mint ahol ez a vexöltrejesz is van, egy parkolóban. Itt töltünk két-három éjszakát, és ugye ugyanúgy tölteni akarjuk a laptopunkat, a telefonunkat, a kameránkat, tehát azért áramellátásra szükség van, sőt, magának az autónak a belső működéséhez is szükség van áramra. Ebben voltak némi negatívumok, de igazából ennek is megvan az oka, és ezt is ki lehet küszöbölni. Milyen sportokra alkalmas még? Én a bringázásra szorítkozom egyedül. Mivel sporttal foglalkozunk, a lakóautózás mellett ezt az autót mindenféle sportra tudjuk ajánlani. Természetesen nagyon-nagyon jó vízisportolása, tudunk vele szappozni, tudunk vele vingezni, el tudunk menni vele windsurfözni, és az autó az 100%-ban téliesített, tehát mínusz fokokban is, kempingen kívül tudjuk használni az autót. Az egy más kérdés lesz, hogy ezt a model típusú autót, ezt a bázisautót, amit most tesztelésre elhoztunk, ez csak egy... Egy darab munkaakkumulátorral rendelkezett, ezt mi majd föl fogjuk szerelni két darab litium akkumulátorral, szolárrendszerrel, és akkor sokkal több, hosszabb időt ki tudunk tölteni a szabadba. Sőt, mi több, a téli időszakban is bivakulásra, egy-két-három napra alkalmas lesz az autó. A szűk ennek az autónak, hogy a víztartája, mivel itt a mérnökök a felépítmény miatt nem tudták megoldani, hogy egy nagyobb víztartály rendelkezze álljon rendelkezésünkre, itt egy 65 literes víztartája rendelkezünk, ami a bivakolásra max. két napra elegendő egy, egy két kétfős családnak, gyakorlatilag két felnőttnek, két gyereknek, egy gyereknek. Ezen felül ezt az autót bátran tudom ajánlani a téli sportokra is, hiszen egy transporter alvázon van, ami úgy viszonylag a téli menet tulajdonságoknak is megfelel, tehát téli gumival lehet használni a téli időszakban, és ebből a változatból lesz egy 4x4-es változat is, úgyhogy mindenkinek tudom ajánlani, aki sportolásra szeretne használni ezt az autót, mert egy nagyon-nagyon jól összeépített autóról van szó, amit a Knaus német fejlesztőmérnökök összehoztak számunkra. És igazából ugye mindig mondjuk, hogy sportolóknak meg egyebek, de ha valaki például nem kéri az első ágyat bele, és csak két személy akar vele elmenni kempingezni, akkor meg lesz egy megfelelően nagy tere. Tehát aki azt szereti, hogy lemegy a tengerpartra kempingbe, de nem akar egy nagy böhöm lakóautót vezetni, igazából azoknak is egy jó választás lehet. Én nagyon-nagyon jól látod ezt a témát, tehát elől, hogyha a ágy meg fog szűnni, akkor egy nagyon nagy, méretes, tágos első teret Kapunk az autóhoz, ahol gyakorlatilag még plusz pakolórendszerek lesznek. Tehát maximálisan ki lehet használni az autót. Itt az első részben tökéletesen ideális. De ahogy mondtam, kettő kisgyerekkel vagy egy gyerekkel ez az autó tökéletesen ideális fiataloknak vagy idősebb korosztálynak és ha valaki konfigurált már magának személyautót, új autót, az tudja, hogy mennyi opciót lehet egy személyautóhoz is választani. Na most ezt a folyamatot ennél a lakóautónál néhány órával meg lehet oldani, hiszen kiválaszthatod, hogy legyen-e tetőklímát, hogy legyen -e felhajló lépcsőd, meg ezer olyan extrát, aminek egy részéről én még nem is feltétlenül hallottam. Szerencsére a Knaus oldalán ott vannak a kis információs ikonok, és meg lehet nézni, hogy egyáltalán mit jelent az az extra. Tehát tényleg mennyi? Nagyjából 86 ezer euróról indul. Ez az autó, ez kb. 82-83 ezer eurótól indul, és 90 ezer 000 euróba bele is fog férni extrákkal, attól függ, hogy a kedves ügyfelek mivel szeretnék konfigurálni az autót. Természetesen, hogyha egy litium akkumulátorokról beszélünk, szolárrendszerrel egy picit az ára nőhet az autónak, de ez a maximum 90 ezer euróba bele fog férni mindenki és ami még nagyon jó feature volt, nem tudom, hogy más lakóautógyártók csinálnak egyet, ahogy pipágattam be az extrákat, nem csak az árat növelte azzal a mennyiséggel, ami annak az extrának az ára, hanem a súlyát is az autónak, hiszen egy tetőklíma mit tudom én, 40 kg, egy lépcső 2 kg, egy hátsó bringa tartó 15 kg. És hát ugye bele kell férni a bési 3 is 3,5 tonnába, és így szépen látod, hogy az autó súlya hogy növekszik, és mondjuk eldöntheted, hogy ha te úgy is mindig kempingen kívül állsz meg, akkor a tetőklímára nincsen szükséged, hiszen nem lesz hozzá külön 220 voltod, amint csatlakoznál, viszont mondjuk kérsz egy litium-ion akkumulátort, hogy napokig el legyél áram nélkül. Igen, ez egy, ez egy jó meglátás az autónkon, mivel a gyártó anyacég, akitől kaptuk tesztelésre, előkészítették ezt az autót klímával, meg gyakorlatilag van rajta egy parabola, szatellitrendszer. Azt be se kapcsoltam. Mi, 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 úgy gondoljuk, mint sportolok, hogy ezekre, a, ezekre, ezekre az úgymond sporteszközökre nincs szükségünk, és a súly csökkentését ava fogjuk elérni, hogy ezeket az eszközöket azoknak az ügyfeleinknek, akik sportolásra veszik az autót, ki fogjuk hagyni, és inkább plusz más tuning alkatrészeket fogunk szerelni az autóra, amik segíteni fogják, hogy minél több időt tudjanak a szabadba tölteni. Tehát ez egy nagyon jó dolog, hogy mi itt összevergődünk több lakóautóval, és három-négy napig simán kint tudunk bivakolni. Ausztriába, Olaszországba bizonyos helyeken ez meg van engedve, nagyon jól tudjuk itt közösségbe érezni magunkat, együtt vagyunk egy csapattal, itt most velünk vannak külföldi barátaink, akikkel együtt itt sportoltunk, bringáztunk, együtt főzünk, együtt vacsorázunk, sok külföldi eljött megnézni ezt a speciális modellt, ez egy unikum most ez az autó. Jó, hogy mondtad ezt, hogy ugye megnézték az autót, sose gondoltam volna, hogy egy lakóautó lehet csajozós verda, de bármerre mentem vele, gyakorlatilag mindenütt megnézték, pedig egy átlagos lakóautó szerintem ma már, főleg a COVID óta, mióta divat lett a lakóautózás, nem egy feltűnő dolog, de ezzel tényleg, mintha valami csodabogár lettem volna az úton. Igen, a Knausznak, meg a Weinsbergnek ez a Volkswagen alapon elkészült lakóautó, ez most egy unikum itt Európába a kis kompaktsága miatt, meg az, hogy egy Volkswagen karosszériára a fejlesztő mérnökök sikerültek felépíteni egy olyan felépítményt, ami kompakt és nagyon-nagyon sok eszközzel rendelkezik bent, egy kompakt nagy fürdőszobával, viszonylag egy nagy konyhával, egy tágas ebédlővel, két külön ágyal, ez egy zseniális dolog. Én úgy gondolom, hogy ez az autó nagyon nagy sikereket fog elérni, és nagyon-nagyon sok boldog sportember, normál felhasználó részére egy jó kis házi barát lesz, egy jó kis kempingautó, ami minden célnak meg fog felelni. Most pedig nincs más hátra, mint annyi, hogy menjünk be, és én pedig bemutatom, hogy a belső térben mik voltak azok, amiket használtam, mihol található, és nézzük meg együtt belül az autót. Menjünk akkor be a hálótérbe. Ilyenkor nyáron ha kint parkolunk és vadkempingezünk, tehát nincsen rákötve külső áramra az autó, akkor baromira lényeges, hogy át lehessen szellőztetni az egészet. Szerintem ez a felépítmény baromira jól vizsgázik ebből, ugyanis, hogyha fölnyitjuk például a tetőablakot, természetesen kombirolós, van rajta szúnyogháló, másik oldalról behúzható a sötétítő. Itt kihagyjuk a kis fellépőt, mert hát az ágyra nem olyan egyszerű csak úgy fellépni. Itt kinyitjuk a másik ablakot, és mondjuk kinyitjuk még ezt az oldalsót is. Vissza lehúzva a szúnyogháut, hogy ne jöjjön be semmi. Ilyenkor egyből érezni a levegő mozgást, tehát az autót át szellőztetni, anélkül is, hogy be kéne kapcsolni a klímát. Bár elsőre nem tűnik föl, rengeteg tárolóhelyet kínál az autó. Nyilván a nagy polcok azok szemmel láthatóak, ide is el lehet pakolni rengeteg mindent. A főzéshez szükséges cuccok azok be tudnak menni a tűzhely alá. És persze mindig figyelni kell rá, hogy mi mihez kapcsolódik. Ugye itt rengeteg olyan dolgot kellett kitalálni, ahhoz, hogy ezen a kis helyen minden meglegyen, hogy ilyenkor például föl kell hajtani a fellépőt, hogy ki tud húzni a fiókot, de mondjuk ez lakóautós témában szerintem megszokott dolog, Természetesen tudunk benne főzni is, hiszen azért főzés nélkül a vadkempingezés is nehezen lenne elképzelhető. És megtaláltam a kulacsomat is, de jó, még jó, hogy kinyitottam van két főzőfejünk, természetesen van gázpalackunk hozzá, van benne mosogató is, tehát mindent egy helyben el lehet intézni. Akinek az a vágya, hogy főzőcskézen az autóba, az meg tudja tenni. Bevallom őszintén, én nem az vagyok, aki bármit főzőcskézne, tehát én inkább elmegyek valahova kajálni, és csak hideg élelmet ütök össze magamnak. De hát a fórumokat nézegetve én vagyok a kisebbik tábor, mert általában mindenhol nagy sütés-főzések mennek. Sos értettem. Számtalan helyen találunk kapcsolókat, amivel a belső világításokat föl lehet kapcsolni. Van egy itt is, van egy ott hátul az ágyrésznél is, van ott is USB csatlakozó, egy csomó tárolóhely, és minden apró sarkot kihasználtak arra, hogy valamit el lehessen oda rakni. Mivel ez egy aránylag kompakt autó, ahogy már azt mondtuk, hiszen nincsen 6 méter a teljes hosszúsága, ezért nagyon fontos az, hogy mindenütt legyenek tárolólekeszek. Még ide, a felső ágy mellé is elrejtettek egy tárolólekeszt, ott is tároló rekeszek vannak, ott van fönt egy kis zsebes, mindenhova el tudsz valamit dugni. Ahogy már Laci is említette, célszerű a fullos oktatás, főleg egy ilyen kompakt autóhoz, ugyanis bármennyire furának tűnik, itt nem csak egy francia ágyat találunk, hanem egy teljes értékű zuhanyzót is. Ha itt most benézünk, akkor látható, hogy van egy WC, illetve van egy mosdókagyló, de van itt egy trükk, és mindjárt megmutatom. Ebből az ágyból, ebből az ágyból, ha felhajtjuk, itt föl tud emelkedni maga a fürdőhelység. Ez pedig úgy működik, van itt egy kar, azt elfordítom, a tépőzárral rögzül a hátpanel, és utána szépen fel lehet tolni az egész fürdőszobát, és innentől van egy teljes értékű zuhanyzónk. Én ezzel a filigrán testemmel is elfértem benne, ami azért nagy szó, mert lakóautóban jellemzően nem szokott nagyméretű fürdő lenni és vannak itt hozzá kihajtható burkolatok, amik mágnesesen csatlakoznak, és szépen alul is, meg felül is behajtod, és tudtam úgy zuhanyozni, hogy ide kintre semmilyen víz nem jött, hiszen azért az nem túl jó, hogyha a lakótérben esetleg víz van, de a nagyméretű fürdőkabinba simán elfértem, és le tudtam kényelmesen zuhanyozni. Ugye mondta Laci, hogy kisméretű víztartállyal rendelkezik az autó, mindössze 65 literes, én három éjszakát tudtam úgy tölteni benne, hogy mind a három nap lezuhanyoztam, nyilván itt egy ilyen dinamikus, gyors zuhanyzásról van szó, nem az otthoni pocsolásról, és még utána is félig maradt a tartály, tehát azt jelenti, hogy két főnek nagyjából három napra elegendő víz van az autóban, nyilván, hogyha ésszel használjuk. Ahogy az látható, mind a két kapitányi szék forgatható, tehát ha négy embernek kell mondjuk rossz idő esetén beszorulni az autóba, akkor sincsen gond, mert ott tud ülni két ember, itt tud ülni két ember, az asztal kihajtható, lehet rajta társas játékozni, lehet rajta kajálni, van fönt tévé, van parabolantenna, bár igazából ezt a részét nem nagyon értem, a tévé még aránylag oké is, bár manapság mindenki visz magával a laptopot, amiről tud nézni bármit, de parabolantennát, meg műholdas adásokat, nem tudom, hogy utoljára talán a német nyugdíjasok néztek, igazából a korlátlan net, meg a Netflix, meg az HBO Max korában, szerintem ez teljesen felesleges, szerintem én ezt a pénzt inkább arra költeném, hogy legyen egy plusz litiumos munkaakkumulátor az autóba, és ne legyünk annyira kiszolgáltatva az elektromos csatlakozónak. Ahogy már említettem, van a tetőn egy Dometic tetőklíma is, igazából, ha én vásárolnám meg ezt az autót, például ezt sem kérném, hiszen akkor működik csak, ha rá vagy dugva a hálózatra. Ez nagyjából csak a kempingekben történhet meg, vagy olyan stelplacokon, ahol van kiépítve. Mivel mi alapvetően inkább nomádkodásra használjuk a lakóautókat, ezért nekem például ez felesleges, és hát a plusz súlyt inkább valami másra költeném el, meg a plusz árat is. És ha már arról beszélek, hogy nekem hogy lenne jól összekonfigurálva ez az autó, és ahogy már említettük is, a konfigurációs lehetőségek tárháza nagyon széles, én például nem kérném ide föntre ezt a plusz ágyat, inkább a nagyobb fejteret, nem kérném a tetőklímát, meg a műholdas tévés rendszert sem, ehelyett inkább kérnék bele tényleg egy lítiumos akkumulátort, vagy kérnék bele olyan plusz extrákat, mint például egy, egy elektromosan felhajló kilépő, hogy ne kelljen mindig egy ilyen műanyag kilépőt rakni az ajtó elé, tehát valószínűleg más extrákkal kérném az autót. Ezt ugye nehéz így egyszerűen megfogalmazni, hiszen rengeteg variációs lehetőség van, hogy hogy extrazod fel az autót és miket, fér, miket kérsz bele, de talán a mi példánk is mutatja azt, hogy nyugodtan el lehet menni sportolni is egy ilyen autóval, nem vagyunk kempinghez kötve, ha olyan konfigurációkkal választod az autót, még egy akkumulátorral, akkor igazából napokig el lehet, függetlenül mindenféle infrastruktúrától, lehetsz kint az erdőszélén, elmehet, bike parkozni, szörfözni, snowboardozni, ugye téli esített a lakóautó, hogy azt már Laci is mondta, és igazából két főnek maximálisan kényelmes, még ebbe a kompak méretbe is, a két felnőtt két gyerek az szerintem egy kicsit határeset, ha jó idő van, és ugye a kiengedett omnisztorral kint kajálva el lehet lenni, akkor, akkor abszolút jó. Azért, ha be kell szorulni ide az utastérbe, ahhoz már nagyon jól nevelt gyerekek kellenek, szerintem mi nem rendelkezünk ilyennel. Úgyhogy inkább olyanoknak ajánljuk, ahol a gyerekek inkább helyben ülősek. Remélem tetszett ez a lakóautó bemutató nektek. Ha szeretnétek még ilyeneket látni, akkor kattintsátok be azt a kis harangot itt a YouTube-on, amit sose tudok mutogatni, hogy fönt, lent vagy merre van. Van egy kis harang, ha azt bekattintod, akkor mindegyik részről kapsz értesítést. Emellett iratkozz fel a csatornára természetesen, hiszen a jövőben jövünk még nektek különböző lakóautó tesztekkel, nyilván alapvetően a sportolási irányba megyünk el, kastenvágenek, kempörvenek, de természetesen, ha kapok egy óriási integrált lakóautót, az elő sem fogok elugrani. Sziasztok!